Üdvözlöm nézőinket oktatási magazinunkba! Ma ismét biológiával fogunk foglalkozni, ahogy a díszletből is látszik. Ebben Takács Gabriella lesz a segítségünkre, aki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskola biológia és kémia tanszékének a tanára. Nagyon sok dologgal fogunk foglalkozni, mint a szemléltetőkből is látják. Egy komplex feladatsor kibontásával fogunk foglalkozni ezen az alkalmon, úgyhogy hallgassuk is meg, hogy miből áll ez a 2014-es testsor. Köszönöm szépen! Tehát most egy 2014-es külső független tesztelést fogunk megtekinteni biológiából. Nézzük rögtön az első kérdést. A biológiai kutatások alapvető módszerei közül a régmúlt idők tudósai széleskörűen alkalmazták ezt a megfigyeléseken alapuló módszert. A 18. századig a biológusok ezt a módszert alkalmazták a növények és állatok rendszerezése során összegyűlt információk szisztematizálásához. Jelenleg új fajok felfedezéséhez, makro- és mikrostruktúrák tanulmányozásához használják. Nevezd meg ezt a módszert. Nézzük a válasz lehetőségeket. Monitoring, modellezés, kísérleti módszer, illetve összehasonlító leíró módszer. A monitoring, vagy figyelemmel követés, az természetesen a populációban, az ökoszisztémában, vagy a bioszféra egészében történő változásokat kíséri nyomon egy bizonyos ideig, és a bekövetkezett változás következményeit figyeli. A modellezés az lényegében egy egyszerűsített rendszer, gyakran alkalmazzák biológia során, két típusa van, statikus és dinamikus modellezés. Statikus modell például, mikor az asztalon is látható virágmakettel magyarázzák a növény virág felépítését. A kísérleti módszernek az a lényege, hogy a kísérletező beavatkozik a folyamatokba, és ezáltal a beavatkozások hatását figyeli. Ugye a kísérleti módszer az végbe mehet természetben, illetve mesterségesen erre a célra kialakított helységekben, laboratóriumokban. Az összehasonlító leíró módszer az Arisztotelész nevéhez fűződik, lényegében az új fajok felfedezésénél alkalmazzák, amikor is egy új fajt leírnak. Igen ám, de nem elegendő ezt a fajta külső tulajdonságai vagy belső tulajdonságai alapján leírni, ezeket összehasonlítják hasonló, tehát rokon dolgokkal, mindig azonos szerveződési szinteket hasonlítanak össze, tehát molekulákat molekulákkal, fajokat fajokkal, szervezeteket pedig szervezetekkel hasonlítanak össze. Tehát meg is válaszoltam, hogy mi lesz itt a helyes, ami nem más, mint az összehasonlító leíró módszer. Második kérdés következik. Az ábrán biológiai objektumokat látunk, jelöld meg a szerveződési szintjükre vonatkozó összes helyes állítást. Ugye az ábrán látunk egy fát vagy növényt, egy állatot, ami nem más, mint egy elefánt, egy gombát, valamint a két utolsó ábrán egysejtűeket láthatunk. Nézzük az állításokat. Az első állítás azt mondja ki, hogy az első és második objektum az élővilág azonos szerveződési szintjén találhatók. A második állítás azt mondja, a 3-as számmal jelölt objektum alacsonyabb szerveződési szinten van, mint az 1-es és 2-es számmal jelölt. A harmadik állítás azt mondja, a 4. és 5. számmal jelölt objektum egyszerre lehetnek két különböző szerveződési szinten. Nézzük a válasz lehetőségeket. Az 1-es és 3-as állítás igaz, az 1-es és 2-es állítás igaz, a 2-es és 3-as állítás igaz, vagy mindhárom állítás igaz. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, tudnunk kell a szerveződési szinteket. A szerveződési szintek az evolúció során alakultak ki, hierarchiát mutatnak, tehát alá-fölé rendeltségi viszony figyelhető meg bennük. Három fő szintet különítünk el, az egyed szintjét, az egyed alatti, illetve az egyed feletti szerveződési szintet. Természetesen az egyed feletti szerveződési szintek magukba foglalják az alsóbb szinteket. Az alsóbb szintekbe, tehát az egyed vagy szervezet alatti szintekbe olyan szintek találhatóak, mint például a molekuláris, sejtes, szerv, szervezet vagy szervrendszer szintjei. Ugye az egyes, illetve a kettes, hármas, négyes és ötös ábrákon egyaránt szervezeteket láthatunk. Az egyes állítás azt mondja, hogy az egyes, kettes objektum az élővilág azonos szerveződési szintjén található, ez az állítás tehát helyes. A második állítás szerint a hármas számmal jelölt objektum alacsonyabb szinten van, ez az állítás nem felel meg, hiszen a gombák is szintén a szervezet szintjén találhatók, illetve a harmadik állítás az azt feltételezi, hogy a negyedik, illetve ötödik számmal jelölt objektumok egyszerre lehetnek két különböző szerveződési szinten. Ezt az iskolákban tanulják, hiszen az egysejtűek azok egyszerre vannak a sejt, illetve a szervezet szintjén, mert a testük egyetlen egy sejtből áll. De funkcióját tekintve ők egy teljes szervezet. Tehát a helyes megoldás az A lesz. Következő kérdés. Melyik szénhidrát nem oldódik vízben, és nincs édes íze? Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, tudnunk is kell, hogy mik azok a szénhidrátok. A szénhidrátok azok magyarul cukrok. A cukrokat csoportosítani szokták, három fő csoportja van, vannak monoszaharidok, oligoszaharidok, illetve poliszaharidok. A monoszaharidok a szénatom száma szerint szintén csoportosíthatók, tetrózokra, triózokra, pentózokra, hexózokra. Mindegyikre hoznék fel egy-egy példát. Például a pentózok közül, tehát az 5 szénatomot tartalmazó cukrok közül kiemelném a fruktózt, illetve a glükózt, ami a válasz lehetőségek között is szerepel. Ezek gyümölcscukornak is szokták nevezni, a gyümölcsök édes ízét, illetve a méz édes ízét adják. Tehát őket már rögtön ki is zárhatjuk. Az oligoszaharidok közül főleg a diszaharidok fordulnak elő leggyakrabban. Ezek két monoszaharid alegységből állnak, amelyek kovalens kötéssel kapcsolódnak egymáshoz. A diszaharidok közül példának felhoznám a tejcukrot, vagyis a laktózt, a maláta cukrot, a maltózt, illetve a répa vagy nátcukrot, vagyis a szaharózt. Tehát a maltóz, az a maláta cukor, a diszaharidokhoz tartozik, és tudjuk, hogy a diszaharidok szintén édes ízűek és jól oldódnak vízben, tehát ezt is kizárhatjuk a felsorolásból. Végül pedig maradt nekünk a cellulóz, ami nem más, mint egy poliszaharid, ez egy hosszú szénláncú elágazó molekula, természetesen a növényi sejtfal vázanyagát képezi, nem oldódik vízben, illetve nincs édes íze. Tehát a helyes válasz nem más, mint a cellulóz. Negyedik kérdés. Az eritrocitákat 4 különböző folyadékot tartalmazó kémcsőbe helyezték, az első kémcsőben desztillált víz, a másodikban vérszérum, a harmadikban fiziológiás oldat, a negyedikben pedig vérplazma volt. Melyik kémcsőben megy végbe az eritrociták roncsolódása? Nézzük a válasz lehetőségeket. A negyedikben, a másodikban, a harmadikban, vagy az első kémcsőben. Tudjuk azt, hogy az eritrociták a vérben találhatók, a vér alakos elemei vörös vérsejtek. Mivel a vérszérum, illetve a vérplazma a vér közegét jelentik, nyilván ezekben nem roncsolódik az eritrocita, őket kizárhatjuk. A fiziológiás oldatot vérátömlesztés során szokták alkalmazni, ez egy 0,9%-os nátriumklorid oldat, tehát lényegében a sókoncentráció megegyezik a vérplazmáival, ebben szintén nem roncsolódik az eritrocita. Kizárásos alapon meg is van a helyes válaszunk, ami nem más, mint a G, tehát az első kémcsőben történik az eritrociták roncsolódása, ezt hemolízisnek nevezzük. Lényegében az eritrociták membránjának citoplazmájában van egy bizonyos sókoncentráció, a desztillált víz azonban nem tartalmaz sókat. Mivel az ozmotikus nyomás érvényesül, próbál a két rész kiegyenlítődni, az eritrocitáknak a membránján keresztül víz áramlik be, és egy idő után a nyomás hatására az eritrociták szétrobbannak. Helyes válasz, tehát az első kémcsőben, a desztillált vízben roncsolódik az eritrocita. Következő kérdés. Jégkristályok keletkezése a sejtben annak pusztulásához vezet. Mivel magyarázható az a tény, hogy egyes kétéltűek feléledhetnek a jégbe való befagyás után? Észak-Amerikában van egy erdei béka faj, aminél megfigyelték, hogy nagyon sok ideig, akár hónapokig is képes hibernálva maradni. A hibernáció régóta foglalkoztatja az embereket, gyakran visszaköszön ez a hibernáció, a hibernálás a filmekből is, de a kiolvasztásnál ugye történhetnek problémák, mint ahogy az a feladatban is olvasható, ugyanis a fagyás hatására, mivel a citoplazma vizet is tartalmaz, befagy, és ezáltal jégkristályok alakulnak ki, ami ugye elpusztítja a sejtet. Ezeknél a békáknál megfigyelték azt, hogy az ősz beköszöntével nő a hideg éjszakák száma, fokozatosan ugye lehűl a külső környezet, a béka vérében cukrok halmozódnak fel, és tudjuk köztudottan, hogy a glükóz fagyásgátlóként működik, tehát ebben az esetben a glükóz megakadályozza a jégkristályok keletkezését, ezáltal miután kiolvad a béka, éli újra tovább az életét, és nem roncsolódnak a sejtjei. Tehát a helyes válasz jelen esetben a B lesz, a vérplazmában feloldott anyagok koncentráció növekedésének köszönhető az, hogy a jégbe való befagyás után feléledhetnek a kétéltűek. Következő feladat. A ragadós végek komplementer egyláncú DNS részlegek, amelyek egy kétláncú DNS végeiből állnak. A génsebészetben gyakran hibrid DNS-ek létrehozására alkalmazzák őket. Képzeljük el, hogy ön biotechnológiai konzultáns és egy hibrid molekulát állít elő. Melyik szakaszt választaná ki az alábbi szakasszal való hibridizációhoz? Természetesen van egy láncunk, aminek van egy hiányzó része. Ahhoz, hogy ezt a feladatot megoldjuk, nem kell más tudnunk, mint a komplementaritás elvét, mivel DNS-ről van szó, tudjuk, hogy adeninnel szemben mindig timin, guaninnal szemben pedig citozin áll, tehát rögtön látjuk, hogy a helyes válasz nem más lesz, mint a B. Hetedik kérdés. Olvasd el a mondatot, ahol számokkal jelölt szavak és szókapcsolatok vannak kihagyva, jelöld meg a helyes válaszvariánst. A mondat pedig így hangzik, a pepszin fehérje, mely részt vesz valamiben. Nézzük a válasz lehetőségeket. A pepszin egy vérplazma, ami az immunválasz kiválasztásában játszik szerepet, az A lehetőség szerint. A B szerint a pepszin egy eritrocita, ami az oxigénszállításban vesz részt. A V szerint a pepszin egy izomfehérje, amely az összehúzódásban vesz részt. A G lehetőség szerint a pepszin egy gyomornedv, ami a fehérjék emésztésében vesz részt. Iskolai tanulmányainkból tudjuk, anatómia órán tanultuk a gyomor felépítését, illetve hogy az milyen fehérjéket, illetve anyagokat tartalmaz. Természetesen ott szó volt arról, hogy a gyomorban pepszinogén található, a gyomor savas kémhatásának következtében a pepszinogén pepszinné alakul, ami egy gyomornedvben található fehérje, és a fehérjék megemésztésében játszik szerepet. Tehát helyes válasz nem más, mint az utolsó, tehát gyomornedv és fehérjék emésztése. 9. kérdés. A riboszómák kerektestecskékre emlékeztetnek, amelyek két méretükben eltérő részből, egységből állnak, ezek a következő helyen keletkeznek. Az ábrán riboszómát láthatunk, látjuk, hogy egy kerektestecskéről van szó, ahogy az állításban is szerepelt, egy nagyobb alegységből és egy kisebb alegységből, riboszómából állnak. Természetesen a riboszómák a fehérje szintézisben vesznek részt, minden esetben a sejtmagvacskában képződnek, tehát a helyes válasz nem más, mint az A. Elmondanám azt is, hogy Az endoplazmás retikulum az azért nem jó, mert nem ott képződik, viszont ott is megtalálható. Az endoplazmás retikulumon megtalálható riboszómák alapján a retikulumot két nagy csoportra osztjuk, ugye van sima felszínű és durva felszínű, természetesen ott is a fehérje szintézis a szerepe, de mindenképp a keletkezés helye az nem más, mint a sejtmagvacska. A felsorolt példák közül melyik illusztrálja a leukoplasztiszok átalakulását kloroplasztiszokká? Nézzük a válasz lehetőségeket. A paradicsom érése a napon, a burgonya gumójának megzöldülése a napon, a szamóca fehér színű húsos belsejének kialakulása, vagy a citrom és a mandarin megsárgulása. Tudjuk, hogy többféle plasztisz létezik, attól függően, hogy milyen színanyagot tartalmaznak. A legelterjedtebbek a kloroplasztiszok, amelyek zöld színanyagot tartalmaznak, vannak kromoplasztiszok, azaz a színes színtestek, és vannak leukoplasztiszok, ez egy összefoglaló név, ezek a színtelen színtestek. Általában raktározó szervekben fordulnak elő, a leukoplasztiszokat is csoportosítják attól függően, hogy mit raktároz magába. Vannak például amiloplasztiszok, amik keményítőt raktároznak, jelen esetben a burgonyánál is ilyen amiloplasztisz fordul elő, ami a leukoplasztiszhoz tartozik, tehát a helyes megoldás nem más lesz, mint a burgonya gomoljának megzöldülése a napon, hiszen jelen esetben a leukoplasztisz zöld, azaz zöld színtesté, azaz kloroplasztisszá alakul. A többi esetben az átalakulás az kloroplasztiszról kromoplasztisszá történik. Melyik állítás igaz a meiózisra? 1. A meiózis biztosítja a kromoszóma készlet állandóságát az ivaros szaporodás során. 2. A meiózis eredménye két haploid sejt keletkezése egy diploidból. 3. A meiózis profázis 1 alatt történik a crossing over. A válasz lehetőségek: A. Csak az 1-es és 2-es állítás igaz, B. Csak a 2-es és 3-as állítás igaz, V. Csak az 1-es és 3-as állítás igaz, vagy a G. mindhárom állítás igaz. Vegyük sorba ezeket az állításokat. Tudjuk azt, hogy a meiózis az egy redukciós számfelező osztódást jelent, természetesen a kromoszóma készlet állandóságát biztosítja az ivaros szaporodás során, tehát az 1-es állítás már minden esetben igaz. A meiózis eredménye két haploid sejt keletkezése egy diploidból, ez nem igaz, ez a mitózisra jellemző. A meiózis végére, mint ahogy azt az ábra is szemlélteti, 4 sejt keletkezik, 4 haploid sejt, tehát a második állítás nem igaz. A harmadik szerint a meiózis profázis 1 alatt történik a crossing over, ez igaz, bizonyos gének kicserélődését jelenti a crossing over, ez a meiózis profázisában történik, tehát ez az állítás is igaz, így a helyes válaszunk nem más, mint a V, tehát az 1-es és 3-as állítása megfelelő. 15. kérdés. Az ember megfertőződhet kolerával, ha ennek a betegségnek a kórokozója a szervezetébe kerül a következő úton. Válasz lehetőségek: sérült bőrön át, légzőrendszeren keresztül a levegő által, az étellel és a vízzel az emésztőrendszeren keresztül, vagy nemi érintkezés során. Tudjuk azt, hogy a kolerát a Vibrio cholerae baktérium okozza, ez egy toxint termel. A betegségnek a tünetei az a hányás, hányinger, illetve a hasmenés, akár halálos kimenetelű is lehet. A megfertőződés az általában szennyezett étellel, illetve vízzel történik, ami bekerül az emésztőrendszerbe. Magát a kórokozóját 1884-ben Robert Koch fedezte fel, tehát a helyes válaszunk az az étellel és a vízzel történik az emésztőrendszeren keresztül. 18. kérdés. Két tanuló véleményt formált biológia órán a zárvatermők jellegzetességei téma kapcsán. Az egyik tanuló azt mondta, hogy a zárvatermők a jelenlegi flóra egy progresszív csoportja, a progresszív szó azt jelenti, hogy terjeszkedő. A második tanuló pedig azt mondta, hogy a zárvatermők megtermékenyítése nem függ a víz meglététől, nézzük, hogy melyik tanulónak volt igaza. Mindkettőnek, a másodiknak, az elsőnek, vagy mindketten tévedtek. Mivel zárva termőkről van szó, tudjuk, hogy ez a flórában egy erősen terjeszkedő csoport, és azt is tudjuk, hogy a megtermékenyítés egy zárt rendszerben, ugye a termőben megy végbe, amelyhez víz ugye nem feltétlenül szükséges, tehát a helyes válasz nem más lesz, mint mindkettőnek igaza volt. Az ábrán látható állat a rovarok osztályához tartozik, mivel? Válasz lehetőségek: a teste két részre osztható, 3 pár járólába van, több pár csápja van, vagy testét kitin páncél borítja. Természetesen az első állítás azért nem jó, mert a rovarok osztályának képviselői testfelépítésében 3 részt különítünk el: fej, torr és potrok rész, tehát nem 2 részre, hanem 3 részre osztható. A 3 pár járóláb az természetesen igaz, mint az ábra is mutatja. A több pár csáp az hamis, ugyanis 1 pár csáppal rendelkezik. A testét kitin páncél borítja, ez lényegében igaz, hiszen a rovarok vázában is megtalálható a kitin poliszaharid, de nem feltétlenül ez a jelleg szolgáltat olyan eredményt, hogy a rovarok osztályához tartozik. Tehát a helyes megoldás az nem más lesz, mint a B, tehát a 3 pár járóláb az a jelleg, ami a rovarok osztályához sorolja a képen látható állatot. 21-es kérdés. A gyerekek egy kísérletet végeztek el. 2 keskeny edénybe rétegezve trágyát, homokot szórtak. Ezután az egyes edénybe földi gilisztákat helyeztek. A második edényt változatlanul hagyták. A gyerekek gondoskodtak arról, hogy a talaj az edényekben nedves maradjon. Időről időre a talajok tetejére főtt burgonya darabot helyeztek el. Egy bizonyos idő eltelte után a földi giliszta nélküli edényben a burgonyát penész fette be, a trágya és homokrétegek változatlanok maradtak. A férgeket tartalmazó edényben a talajrétegek összekeveredtek, a burgonya darabok pedig eltűntek. A kísérlet eredményei alapján a gyerekek következtetéseket vontak le a földi giliszták szerepéről, ezek a következők. Az ételpenészgombáktól való fertőtlenítésében van szerepük, a mezőgazdaság kártevői, a talajképzésben vagy szerepük, vagy a trágya fertőtlenítésében van szerepük. Kiskorunkban gyakran hallhattuk nagyszüleinktől, hogy a földi giliszták megléte a talajban annak minőségéről tanúskodik. A földi giliszták járatokat készítenek a talajban, ezáltal keverik a talajrétegeket, így jobban eljut a levegő, illetve víz a növény gyökérzetéhez. Továbbá növényi maradványokat húz be járataiba, ezáltal is gazdagítja a talajt, illetve a tápcsatornáján végighaladva ez a növényi maradvány szerves anyaggá, humusszá alakul, ami szintén javítja a talaj értékét, tehát a helyes válaszunk nem más lesz, mint a V, tehát a talajképződés folyamatában van szerepe a földi gilisztáknak. 22. kérdés. A következő jellemzőkkel rendelkező állat repülésre képes, könnyű, de masszív csontváza van, erős mellizmokkal rendelkezik, szíve 4 üreges, vemhessége alatt placentával rendelkezik. A felsorolt rendek közül az egyikhez tartozik. Melyik ez? Pingvin alakúak, denevérek, sólyom alakúak vagy rovarevők? Először is kizárhatjuk a pingvin alakúakat és a rovarevőket, hiszen ezek repülésre nem képesek. A sólyom alakúak bár repülnek és nagyon jól repülnek, erős mellizmokkal rendelkeznek, ám vemhességük alatt placentával nem rendelkeznek, mert a sólyom alakúak ugye tojásokkal szaporodnak, madarakról van szó, tehát a helyes megoldás nem lesz más, mint a B, tehát a denevérek lesznek azok, akik repülésre képesek, erősek a mellizmaik, illetve vemhességük alatt placentával rendelkeznek. A szív lassabban húzódik össze a következő hatására. Ugye az impulzusok eljutnak az idegekig, a szimpatikus ideghez eljutva a adrenalin termelődik a vérben, és tudjuk, hogy az adrenalin növeli a szív összehúzódását, tehát a szimpatikus idegeket, illetve az adrenalint már is kizárhatjuk. A vazopresszin hormon pedig az agyalapi mirigyben, tehát a hipofízisben, annak is a hátulsó lemenyében termelődő hormon, ő a víz visszaszívásban vesz részt, ott fejti ki hatását, tehát egyáltalán semmilyen hatással nincs a szívre. Ez alapján a helyes válasz nem más lesz, mint a B, tehát a paraszimpatikus idegek okozzák, hogy a szív lassabban húzódik össze. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, sikeres felkészülést és jó tesztelést kívánok!